Üdvözlök mindenkit, Galambos Balázs vagyok, a Szépen Váljál egyik alapítója és egyik ötletgazdája, válási szakértő. Magánemberként 42 évesen és válási szakértőként is rengeteg szívszaggató fájdalmat éltem át, illetve fájdalomnak voltam a, a szemtanúja, segítője, támogatója. És bizony vannak azok, a, vannak azok a pontok az életben, amikor az embernek megszakad a szíve. Amikor, amikor már azt hiszed, hogy nincs tovább. Tehát ténylegesen, amikor minden összeomlik. Ugye, amikor van egy boldognak tűnő kapcsolatod, és egységbe vagy a pároddal, egyek vagytok, akkor nagyon-nagyon akkor sokszor megszűnnek az egyéni célok az életben. És minden közössé válik. Közös otthon, közös család, közös kutya, közös jövő, közös utódok, közös barátok, és minden. És, és te még baromi szerelmes vagy, te jól érzed magad ebbe a történetben, és a párod egyik napról a másikra, számodra, úgy tűnik, hogy egyik napról a másikra, de számára már egy régóta érlelődő folyamatnak a végén eléd és azt mondja, hogy befejeztük, nem tudok tovább veled lenni. Megismerkedtem valakivel. Vagy megismerkedtem valakivel nélkül, úgy érzem, hogy, hogy, elég volt a kapcsolatból, és szakítani szeretnék. És akkor neked, neked összeomlik a világ. Neked megszakad a szíved, neked hasmenésed lesz, remegni fog a lábad, és úgy érzed, hogy egyszerűen nincs tovább, és most mit csinálj. És nehogy azt gondoljátok, hogy velem nem esett ilyen történet meg. Én a házasságom után egy csodálatosnak, számomra csodálatosnak tűnő kapcsolatban, egy egyességben, egy együttélésben voltam egy számomra nagyon-nagyon vonzó és gyönyörű nővel. Nem akartam gyermeket, ezt én korrekt módon közöltem a, a hölgye, hogy nem akarok harmadik gyermeket. Az illető velem élt, és én úgy éreztem, hogy működik a kapcsolatunk majd két év múlva egy reggelen, reggeli közben elkezdte potyogni a könnyei, és közölte velem, hogy, hogy ő bizony más oldalán szeretné az életet folytatni. Három hét alatt fogytam le 75 kilóról 57-re. El tudjátok képzelni, hogy, hogy mekkora trauma volt, hogy az összes közös cél, az egység, az rögtön kétség, kétségé vált. Kétségbe vontam az együttöltött éveket, kétségbe vontam önmagamat, kétségbe vontam az ő érzéseit, amik voltak, kétségbe vontam a férfiasságomat, és egyáltalán minden megszűnt üzemelni az életembe, a munkám, minden. Na most mi az, amit ilyenkor csinálj? Hát én nekem például nagyon-nagyon sokat segített az, hogy elmentem edzeni. Sok év nem mozgása után elmentem edzeni, és most 178 cm mellett már 82 kg vagyok, és szerintem egy ideálisnak mondható testalkatot építettem fel, és ahogy fizikálisan épített föl magad, a lelked is épül. De azt gondolom, hogy ha valakit egy igazán nagy trauma ér, akkor szüksége van veszteségfeldolgozó szakembernek a segítségére, vagy bármiféle pszichológiai életvezetési tanácsra, megsegítésre. És ezt akkor is vállalom, ha sok embernek ciki, mert Magyarországon ciki az embereknek pszichológushoz járni, itt a szépen vállás nagyon-nagyon sokféle történetet látunk, hallunk, és a lehető legjobb, legempatikusabb, leghatékonyabb és legeredményesebb szakembergárdát sikerült összetoborozzuk. A veszteségfeldolgozó szakembereink, a pszichológusaink, a szexuálpszichológusaink, az életmód tanácsadóink azért várnak benneteket velünk együtt, hogy ezen a beláthatatlannak tűnő fájdalmon minél hamarabb végig tudjunk vinni, és tovább segítsük az életed alakulását. Szépen váljál vállásközpont, mert a tél után tavasz jön, és minden éjszaka után fel kell a nap.